Mi az első gondolatod Debrecenről, amikor tudod, hogy jöttök ide koncertezni, mi az, ami eszedbe jut? Campus az egyébként nagyobb lett, mint amire számítottam. Már nem is láttam még soha az egyetemet, hogy ez milyen szép. Olyan, mint a Schönbrunni kastély. Nagyon jó lehet ide járni. Erdély az élvezősre sikerült. Egyszer így megkérdezték, hogy szintén Erdélyből jöttünk ide Debrecenbe, és akkor is valaki kérdezte, hogy mi a helyzet, és így mondtam, hogy én ennyi Superman vagyok. Fémember. Fémember! Ez az Alpár barátom még írták ezt a számot, előadhatom? Úgy történt, hogy Várpalotára jött annak idején a Danubius Rádió. És az Alpárék mentek gimibe. Megállították őket, hogy mi a helyzet, és akkor mondták, hogy kérdezték, mivel foglalkoznak szabadidő, és mondta, hogy hát van egy zenekaruk. És kérdezték, hogy mi? Hát, hogy a Picado Boys. Az ő zenekaruk, és nem tudták akkor még a szerkesztők, hogy ez egy ilyen dadaista ügy. És előadnál egy dalt? Igen. Akkor a fémember. Alpár. Hogyan legyek én fémember? Nekem csak a lekvár kell. Néném már mellékelt egy dalt, ami szép és jó. De nekem ő zöldi jó, zöldi jó, zöldi jó. Régen volt már, amikor elfogyott a kakajó. Mindez a Danubiusban reggel 8-kor. Az elmúlt fél évben több díjat is kapott a zenekar. Milyen visszajelzésként élitek ezt meg? Hiába mondják azt az emberek, hogy ők nem foglalkoznak az ilyen díjakkal, meg hát igazából nem jelent semmit, de egy ilyen hiú majomnak például nekem jó érzés. Persze utána majd azt fogom mondani, hogy hát, hogy nem voltam olyan nagy szám, de hogy igazából én nagyon örültem. Jó, meg a Gizella díj, az meg talán még jobb. Mert azt ugye meg otthon kaptuk Veszprémbe. Ennek meg külön örülök. A darabokban ugye a legutóbbi lemezetek koncepciójában az eddigi legegységesebb albumotok. Mennyi idő kell ahhoz, hogy felkészüljetek arra, hogy egy következő lemezt kiadjatok? Már most elkezdtük csinálni a Gyuszkóval délelőtt. Tegnap kihoztuk az autóból a cuccokat, és mondtam neki, fia, akkor holnap akkor dolgozzunk együtt, illetve ő mondta, jó, rendben van. Az ő szobájából áthoztuk a tévét, az volt az egyik hangfal, majd az én tévém volt a másik hangfal, és rákötöttük a számítógépet, úgyhogy mi ma már rögzítettünk egy új számot a Gyuszkóval. Úgyhogy megy. És vidám lesz. Legalábbis szerintem vidám. Voltak más olyan dalkezdemények, amiket meg így nem csináltam meg, azokat meg így más szempontok miatt. Például azért, mert volt egyszer egy ilyen zenekari alkotótábor. Az úgy állt, hogy az Attiláéknak lementünk a nagyszüleik házába, Gyulafi Rátótra, és akkor oda vittünk magunkkal egy pár cuccot. Akkor a Gergő valami elképesztő, nem tudom már mit. Hát valamilyen hangulat volt, inkább nem zene, amit csináltunk, és hogy én arra pedig így szavaltam, és akkor nagyon jónak tűnt. De ez így szokott lenni, hogy amikor az ember így kicsit így eltévejedik, akkor az nagyon jónak tűnik. Van egy teljesen komplett kész szám, refrénekkel meg mindennel együtt, azt meg azt hiszem, hogy a Tövisházi Ambrussal fogjuk egyszer megcsinálni, hogy az Ambinak lesz rá ideje. Mert már átküldtem neki a szöveget, mondtam, hogy jó az ilyen vidám cuccokban, meg szereti az ilyen kísérletező zenéket, és így én elmondtam, hogy minek örülnék, meg ő is annak örülne. Ambrus, hogyha látod ezt, akkor mi is lesz a közös dal? Szigeten voltunk a csajommal, hiszem 96-ban. Hát még ilyen gimis szerelem volt, és hogy a Stone Roses játszott a színpadon. Egy jó messze voltunk tőle, és hogy én abból a sportot üztem. Én általában azt szeretem, hogyha az embereket így meg tudom vezetni. És így mondtam neki, hogy Bon Joviám. De így messze voltunk a színpadtól, annyira nem hallotta. Ne csináld! De mondom, a Bon Jovi beírták a műsorba. Nem láttad, nem? Mondom, fél énekli end. Always and I... Hallod? Fú, bakker, tényleg. Például volt ilyen. Majd pedig, amikor visszamentünk a sátorhoz, akkor a Viktor barátomnak az összes ruháját ellopták. Minden kajáját, minden pénzét, és aztán csak az alsógatyái maradtak meg. És az volt, hogy a Viktorral mindig történnek ilyenek. Hát mit tudom én, vezetett a lakótelepen egy robogót, és leszart a gólya. És így mindenki mutogatta neki, hogy a Viktor a hátad, de megállj a robogót, tudom. És ugye az történt, hogy a Viktor, amikor megérkezett, Viktor, mondtuk neki, hogy Viktor, kiraboltak. Ja, persze. De igen. Volt már, hogy beszakadt alattam a színpad, vagy megrázott az áram, meg ilyen kitörték a fogamat itt elő, le kellett csiszolni. Olyan már például volt. Az mikor így lagzisztam még. Jaj, hát nekem voltak ilyen lagzis élményeim. Például játszottam én esküvőkön, és oda jött hozzám a mennyasszony, Marcel. Annyira hasonlítasz a volt barátomra. Az anyós is egyszer így rám indult, az is kemény volt. De a legsúlyosabb a nagymama volt, akinek 8-szor kellett eljátszanom az Imagine-t. Please once again, ilyen angol-magyar esküvő volt, ilyen tindin, hát ez a beautiful boy. Petőfi Rádióban elemezték a dalszövegeidet, és a Volt Fesztiválon is volt ilyen beszélgetés. Mennyire nehéz megfogalmazni szóban azt, amit dalszövegként megírsz? Az van, hogy én olyan sok aspektusból látom az egészet, hogy én amikor leírom, akkor is egy csomóféle jelentési réteget belegondolok, hogy na ezt most éppen azért, mert nem tudom, ez most
ez most arról szól, hogy a nem, hogy én, vagy hogy arról szól, hogy a, vagy a, vagy a kortársaim, vagy a, nem tudom, vagy az én generációm. Tehát, hogy én egyszerűen nagyon sok történetet is látok benne, meg többfajta igazságot is, úgyhogy nekem nehéz, mert van ugye az emberek azok mindig belegondolnak valami konkrétat, vagy csak azon az egy nézőponton keresztül közelítik meg, és akkor van egy csomó aspektusa. Tehát, hogy igen, azt is tudom rámondani, hogy igen, ez tök igaz, de azt is tudom rámondani, hogy ennyire rövök, nem is igaz, mert hogy nem tudom, mert nem csak arról szól, hanem meg arról, meg arról, meg arról, meg arról, de hát, hogy így nem lehet egyszerre annyira univerzális, mint amennyire én azt gondolom. Tehát valószínűleg nekem sokkal többet jelent.